Továbbra sincs igazolt vírusfertőzött beteg Nagykanizsán, derült ki a polgármester mai videó tájékoztatójából. Balog László ismét felhívta a figyelmet arra, hogy aki teheti, maradjon otthon, hiszen így lehet a leghatékonyabban lassítani az új koronavírus terjedését. Hozzátette, a hagyományos orvosi szájmaszk nem véd meg a fertőzéstől, ehelyett a szakemberek is a gyakori szappanos kézmosást javasolják. Balog László mai tájékoztatóját azzal zárta, ha a kanizsaiak nem értik meg azt az üzenetet, amit közvetítünk, a hatóságoknak nincs esélye önmagukban megakadályozni a járvány terjedését. A legfontosabb most önmagunk és közösségünk megvédése, persze ne csak önmagunkra gondoljunk, hanem közvetlen hozzátartozóinkra, környezetünkre is fogalmazott.